Mint arról híradónk többször is beszámolt már, Kijev környékére is eljutottak az elmúlt napokban az ökumenikusok segélyszállítmányai. A segélyszervezet jelenleg 7 ukrán megyében dolgozik, és eddig 40-24 tonnás kamionnyi adományt vitt Ukrajnába. Az önkéntesek folyamatosan segítik a háború elől menekülőket. Lehel László, a MÖSZ elnök igazgatója az M1 Ma Este című műsorában arról beszélt, hogy 6 nap alatt 4000 kilométeres utat tettek meg Ukrajnában. Jártak többek között Zaporizsjában, és együttműködési megállapodást kötöttek Bucsa város polgármesteri hivatalával is. A Magyarország segít, a legnagyobb humanitáris akciót bonyolítjuk gyakorlatilag. És erre azt mondta, hogy hát akkor feltétlen kellene nekünk egy együttműködési megállapodást kötni, és szeretném, hogyha itt lennétek velünk, és segítenétek, és tanácsolnátok a munkánkat. De hát azt kell látni, hogy van egy nagyon komoly összefogás a helyszínen, annak ellenére, hogy rengetegen elmentek. Ugye Bucsát említette az előbb, itt 50 ezer lakosú városról beszélünk, és az egész térségben, tehát a város és a hozzátartozó 11 település, egy kis térség is oda tartozik. Az 50 ezerből 14 ezeren maradtak. Tehát az épületeiknek a város körülvevő kis falvakban több mint 400 épület nem is hozható helyre. Tehát elkezdődtek azok a felmérések, amik alapjai lehetnek annak, hogy egy hosszú távú segítségnyújtás elindulhasson, hogy melyik épület milyen kárt szenvedett, fel lehet-e újítani, vagy nem, vagy el kell bontani. És hát Bucsa még mindig nem a legszörnyűbb állapot. Tehát ennél vannak sokkal, de sokkal szörnyűbb helyek, például Borodjanka. Az elmúlt napon az ukrán-magyar határszakaszon több mint 5200 ember lépett be Magyarország területére, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül közel 5500-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 465 embernek állította ki a 30 napig érvényes, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ukrajnai háború elől kedden 701 ember, köztük 231 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A budapesti Bokcsarnokban nyitott humanitárius tranzitponton több mint 300 menekülőnek segítettek az ott dolgozó munkatársak. Az éjszakát 71 ember töltötte a létesítményben, ahol a nap 24 órájában ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, gyereksarkot és internet elérhetőséget biztosít számukra a kormány a karitatív szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve. Az Oktatási Minisztérium közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, hogy az állam minden pedagógusnak fizetést biztosít, függetlenül attól, hogy az adott személy jelenleg Ukrajnában vagy külföldön tartózkodik, esetleg állásidőről döntöttek az esetében. Éppen ezért az oktatási intézmények dolgozói, mint költségvetési intézmények dolgozói nem részesülhetnek az egyszeri 1000 hrivnyás e-támogatásban, hiszen nekik közvetlenül a munkahelyükön kell fizetést kapniuk, közölte a tárca. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a munkáltatónak minden lehetséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa a munkavállalók időben történő kifizetését. Amennyiben a munkavállaló a munkáltató működési körében felmerült okból nem tud munkát végezni, számára ezen időszakra állásidőt állapítanak meg. Ezen periódus alatt a tanárt az alapbér illeti meg. Az állásidő kifizetésének rendjét a munkatörvénykönyve 113. paragrafusának rendelkezései határozzák meg, áll az Oktatási Minisztérium közleményében. A háború kitörése óta az ukrán posta 500 kirendeltsége teljesen megsemmisült, jelentette be Ihor Szmiljanszki, az ukrposta vezérigazgatója. Hozzátette, hogy további 500 fiókintézetük az idéglenesen megszállt területeken található. Szmiljanszki tájékoztatása szerint az állami tulajdonban lévő posta továbbra is folyósítja a nyugdíjakat, még az Oroszország által megszállt területeken is. A vezérigazgató korábban azt nyilatkozta, hogy az ukrposta nem tett le annak a 3 millió hrivnyának a visszaszerzéséről, amelyet Melitopolban loptak el a megszállók.